Két agrár érdekvédelmi szervezet szerint akár hazaárulónak is lehetne tekinteni a Földművelésügyi Minisztérium vezetését, mert a tárca 100%-os tulajdonában lévő közhasznú társaság tanulmányt készítetett évi 200 holland farmer család Magyarországra telepítéséről. A Parasztszövetség és a MOSZ vezetői ugyanarra a dokumentumra hivatkoznak, amelyet Lentner Csaba miépes országgyűlési képviselő az elmúlt héten mutatott be a parlamentben. Az agrártárca vezetése ismételten cáfolja, hogy egyeztetett volna a holland minisztériummal a telepesek toborzásáról. Ezek a keleti határhoz közeli földek egyes állítások szerint néhány napja kerültek holland tulajdonba. Az Agrár Európa Tanácsadó Iroda Közhasznú Társaság vaskos tanulmánya nem ezt a területet, hanem Szabolcsot, Zalát és a főváros környékét említi ideális letelepedési körzetként a holland farmerek számára. Két hazai agrárszervezet a magyar gazdák elleni alattomos merényletként értékeli a tanulmány elkészítését. Ez a dolgozat tulajdonképpen egy nagyon szomorú témát ölel fel, vádirat a magyar kormány jelenlegi agrárpolitikájára. Tudnék, azt mutatja be, hogy mit kéne csinálnunk ahhoz, hogy megerősödjünk. Csak hát ezt a hollandoknak ajánlja, vagy a nyugat-európaiaknak. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a híradóhoz eljuttatott közleményében megismétli, hogy a két agrárminiszter augusztus 21-i tanácskozásán szó sem esett a tanulmányról, vagy holland telepesek fogadásáról. A minisztérium egyik neve elhallgatását kérő illetékese szerint annyira felelős a tárca a tanulmányt készítő KHT tevékenységért, mint a banki tranzakciókért az a multinacionális iparvállalat, amely ellenőrző pakettet vásárolt egy kis bankban.